Sziasztok, Zoli vagyok, és a mai napon a Tolnai Hegyhát 35 kilométeres távját fogom nektek bemutatni. Dús településről indulunk, és Kurdba fogunk érkezni. Gyertek velem, és fedezzük fel együtt ezt a területet. Valószínűleg ismét egy olyan helyszínre kalauzollak el titeket, ahova nem feltétlenül szoktak elmenni az emberek kirándulni és felfedezni, pedig a Tolnai Hegyhát azért igazán különleges, és itt is elmondható hasonló dolgok, mint mondjuk az Őrségben, hogy egy picit mindentől távol vannak, és hatalmas a csend itt a Tolnai Hegyhátban, tele van zöld természeti értékekkel, és néhány érdekes épülettel és történelemmel is. Az itteni települések történelme nagyon hasonló egymáshoz. Ugyanis a legtöbb település a török hódoltság ideig volt lakott, aztán a török hódoltság után újra betelepítették őket elsősorban német ajkú lakosokkal. A területen a II. Világháború előtt a leghíresebb magyar trófea is innen ered, melyet 1929 őszén ejtettek, és a mai napig a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi. A rendezvény szervezői a Tájak Korok Múzeumok Egyesülete volt, mely 1977-ben indult, és egyfajta ilyen bélyegzési játékként kezdődött, a cél pedig az volt, hogy Magyarország látogatható természetvédelmi területeit, műemlékeit, múzeumait látogassuk meg. Nagyon-nagyon minőségi pici brossúrákat adnak ki egyes területekről, amik részletesen bemutatják az adott települést vagy területet, és múzeumot. A leírásba beteszem ennek az egyesületnek a honlapját, mert nagyon jó kis brossúrákat láthattok, és akkor esetleg válogathattok, ami érdekel titeket, vagy akár ezt a pecsételő játékot is végigvihetitek, ha gondoljátok. A mozgalmakat én nem feltétlenül szoktam szeretni, bár egyébként, hogyha ilyen tematikusan szeretnétek gyűjteni a dolgokat, akkor ezek tök jók, és nagyon sokat segítenek abban, hogy megismerjétek az adott témában az országunkat, és megismerjétek egyben a hazánkat is, és ilyen szempontból ezek nagyon jó kezdeményezések, de én inkább azt szeretem, hogy egy kicsit kötetlenebbül nézem meg, mindazonáltal nagyon jó kis segédletek ahhoz, hogy ötletet kapjatok, hogy mit nézzetek még meg az országban, vagy mi az, amit esetleg még nem láttatok, de mégis érdemes lenne. De térjünk vissza az útvonalunkra és erre a túrára. Mire is számíthattok itt a Tolnai Hegyhátban? Egyrészt vannak turista utak, de azért nem annyira sűrűn jártak, illetve azért nem is olyan sok. Nincsenek nagy szintek, viszont nagyon szép az erdő, nagyon kell figyelni, hogy mikor jöttök ide kirándulni, mert mivel vadászattal nagyon szoros kapcsolatban állnak, nagyon aktív a vadászat errefelé, ezért mindig nézzétek meg, hogy mikor van esetleg vadászati idény, vagy mikor van hajtóvadászat. Itt is láthatjátok a videóban, hogy viszonylag sok kisebb, nagyobb emlékkő, vagy kis kápolna, vagy vadászles látható. Ugye ezek a kápolnák, vagy vadászházak gyakorlatilag pont ezért épültek ide, hogy addig is itt pihenjenek meg a vadászok. A kijelölt turista út nagyon sok esetben párhuzamos, illetve ugyanott halad, ahol az erdészeti és vadászati utak, épp ezért is érdemes fokozottan erről tájékozódni, de ezért is egyszerűbben járható bizonyos részei, persze ez attól is függ, hogy éppen mennyire volt aktív az elmúlt időszak az erdőben, ilyen fakitermelés vagy vadászati szempontból.
az úgynevezett kalapos forrást nézzük most meg. Érdekes volt ennek a forrásnak igazából a névadása. Nem nagyon találtam erre vonatkozó információt egy első körben, de hogyha valaki tudja a történetét, nyugodtan írja meg. Minden esetre ez egy merülő forrás, tehát így meríteni kellene bele a kulacsot, vagy bármit. Nem tudom, hogy mennyire tiszta, mennyire nem látszik, hogy azért itt az idő során többször így építették, igazgatták, ugye innen egy ilyen kis patakocska ered, és hát azért annyira nem mondanám vízgazdagnak ezt a területet, de biztos, hogy fontos szerepe van például az állatok itatása szempontjából, illetve régebben biztos, hogy nagyon látványos kis hely lehetett, látszik, hogy ki is volt építve, ki volt alakítva, most már azért így kevésbé érzékelhető ennek a nyoma. Mucsi településre érve megnézzük az itteni kisebb műemlékeket, majd a horgásztónál lesz az ellenőrző pont, ezután pedig majd haladunk tovább Kurd irányába. Azonban a túra, mielőtt egyenesen elmenne Kurd településre, a Kőris völgyön keresztül leereszkedik egészen Arnafürdő parkerdőig, ahol több érdekességet is fel lehet fedezni.
Az Annafürdő parkerdő felső pontján, nagyjából ilyen 250 méter magas szintvonalban található a rétisas fészek kilátó, amit mindenképpen ajánlok, hogy keressetek fel akár kisgyerekkel is, mert babakocsit is simán fel tudtok tolni, van olyan útvonal, amivel ez megközelíthető. Ne ijedjetek meg, mert itt van egy ilyen kis plüss sas a kilátó tetején, egy kicsit én frászt kaptam első körben, amikor felértem, hogy úristen, mi ez itt. Annyira megtetszett a hely, hogy próbáltam pár szóban összefoglalni, hogy mit érdemes tudni róla. Szóval ez egy nagyon érdekes kilátó, mert olyan túl sokat nem látsz ki. Viszont tele van ilyen kis érdekes tanösvényes játékokkal, és ami még a lényeg, hogy ott gyakorlatilag majdnem teljesen fel is lehet jönni úgy, hogy nem kell lépcsőzni, tehát akadálymentes részben. Emlékeim szerint talán ez az egyetlen ilyen kilátó, hogy gyakorlatilag fel lehet tolni a babakocsit, vagy kerekesszékkel is fel lehet jönni, és egy ilyen fajta mini lombkorona tanösvényszerű dolgot lehet itt látni, többféle nagyon jó kis ismeretterjesztő anyaggal, a fiatalok biztos szeretik, jól el lehet itt lenni, és közvetlenül egyébként egy vadasparknak a szélén található. Én megkerültem ezek után a vadasparkot, és megpróbáltam így kilesni azt, hogy hát lehet-e egyáltalán vadat látni. Pár darab szarvast éppen ott pihegett a másik oldalán a vadasparknak, szóval nem ezen az oldalán vannak, főleg, hanem a másik oldalán. Az itteni birtokok és uradalmak nagy része az apponyiak családi birtokaként szerepelt, és rendszeresen szerették a pihenőhelyként használni ezt a környéket is, szóval nem véletlen az, hogy az apponyiak nevéhez fűződik ez a terület is, és mára már ugye mindenki által használható és megtekinthető. Beckendorf Anna grófnő is nagyon kedvelt a fürdőhelyet, ő Apponyi Rudolfnak volt a felesége, aki 1900. november 19-én hunyt el, és az ő tiszteletére nevezték el a helyet Anna fürdőnek. Ezen kívül található itt egy nagyon szépen karbantartott vadászház, ha jól emlékszem, akkor van egy étterem és büfé is, illetve ki lehet bérelni a helyiséget. Amikor én erre jártam, akkor épp egy esküvő volt, így ezért közel nem is nagyon mentem, hanem inkább rögtön megnéztem az Anna forrást, ami szintén itt található.
Az útvonalnak ezen a pontján egy külön érdekesség is feltűnik számunkra, ugyanis a semmiből egyszer csak előbukik egy gyönyörű szép templom. A Pabdi kápolna és környék azért érdekes, mert az egykori Pabd településnek a helyét őrzi ez a kis kápolna, amit az elmúlt években sikerült felújítani, nagyon szép állapotban van, egyébként egy közkedvelt kiránduló és zarándokhely. Mindenképpen javaslom, hogy a környéken jártok, akkor nézzétek meg ezt a csodálatosan szép templomot. Amennyiben figyelmesen haladtok az útvonalon, és a horhosból egy kicsit kiléptek, akkor ilyen különböző ilyen érdekességet is fel lehet fedezni, mint például egy QR kódot, amit, hogyha beolvastok, akkor elolvashatjátok, hogy mi is ez a terület, vagy hol is jártok. Itt például az egyik bronzkori földsáncnak a maradványát tekintetitek meg, hát ez így szabad szemmel nem annyira látható, főleg a kamera se tudja átadni, minden esetre ezek ilyen érdekes kis történelmi maradványok. Valójában ezek az érdekes felfedezések magyarázzák azt is, hogy mit keres itt Wosinski Mórnak az emléktáblája. Ugyanis ő egy római katolikus pap volt, aki az MTA levelező tagja, egyben a Tolnai vármegyének több településén is sikeres ásatásokat folytatott Aponyi Sándor grófnak a támogatásával. 1895-ben ötlött fel az első ötlete, hogy megyei múzeumot hozzanak létre, 1899-ben pedig egy kiállítást is létrehozott, ez volt az első Tolna vármegyei kiállítás, amely az akkori gimnázium épületében tartottak meg, és 8 tantermet használtak fel erre. Sajnos nem tudott olyan túl sokáig nyitva tartani, hiszen ezekre a tantermekre szükség volt.
Sziasztok! Ez volt a Tolnai Hegyhát 35 km-es útvonal. Remélem, hogy tetszett. Iratkozz fel, ha nem tetted volna még meg. Lájkold a videót. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!